Na sziasztok, én Super Alex Nurgat vagyok, és ma ismét egy 100 millió tét lesz, ugye a következő rész, azt hiszem a 16. rész, igen. És ma egy különleges rész lesz, mivel ez lesz az utolsó rész ebben a hónapban, mivel megyek Magyarországra 2 hétig, holnap, azaz csütörtökön. Szóval gondoltam, gyorsan felveszek egy részt, ugye szerdán, azaz ma. És akkor ugye, hogy tudjátok, hogy mi lesz velem, szóval nem lesz, hogy ne higgyétek azt, hogy jaj, eltűntem, vagy bármi, szóval, ja. Na, hogy itt először körülnézek itt megint, itt a területünkön, mivel ugye itt valaki csinált egy ládát nekem, amit meg is akarok nézni. Le van zárva. De gyerekek, azért, adjatok már hozzá, akartok nekem valamit. Szia, lesz a... és hogy adtam a karidat? Nem adtad hozzá, az a baj. Most nincsen itt bent, hogy kinyitsa. Mindegy, akkor következő részben maximum kinyitom valahogy. Na mindegy. Szóval ebben a részben különleges rész lesz, mivel megnyitott a jégkorszak nevezetű vadon. És gondoltam, mi lenne, ha elkezdenénk ott is a bázist építeni, meg minden. Csak annyira nehezebb ott, hogy jött a bázis, mondjátok már. Fú, nem teszem be a szó. Na az, hogy itt lehet TNT-zni, hogy az a szabad rablás van, nem lehet levédeni területeket, szóval ott óvatosan kell úgymond játszani. Mindegy, mi szeretjük ezt a fajta játékokat, szóval is nézzünk. Üdv a jégkorszak pályán, ugye itt van a nevezett, ugye itt van ez a jó kis pálya, van egy csontom. Én fogom ezt, megnézem a piacot még pluszba. Szóval igazán fákkal lehet itt kereskedni, meg hát ugratermelhető, mondjátok már milyen. Szóval ja, hamarosan, és akkor mondtam még egy fajta izé. Na mindegy, ha ide jöttök amúgy, akkor erre találtok egy ládát, amiben vannak full alap cuccok, ugye, hogy valahogy kezded a játékot ugye azért. Szóval ja, megyünk igazából, kezdjük el. Óvatosan persze. Jó, senki nem követ. Na itt a TNT meg a Creeper robban ebbe a világba, hogy látjátok, már itt van egy robbanás. Jaj, bocsánat. Szóval vigyázni kell. Bázis meg nem tudom, hogy hova kell egyen építeni. Szóval ja. Na. Szóval ilyen hegyekben vannak a ércek, nem a föld alatt. Föld alatt fák van, fadarabok vannak, meg ilyesmi. Mindjárt látjátok, mindjárt mutatom persze. Ah, ez amúgy szerintem jó túlélő. Nem az. Ha sokan vannak még pluszban, akkor még jobb. Na így, akkor van már valamennyi. Szerintünk meg ilyesmi. Pénz az nem tudom mennyi van. Jó, 200 ezer. Na, hát egyszer el fogunk érni 100 millióig. Ugye egyszer. Csak az idő. Még a boltot is be kell fejeznem mindent, szóval. Ja. Jaj. Oké, fasza. Na, így. Jó, menjünk. Szóval, kéne érc. Azaz vas érc. Nincs sehol. Valaki járt valahol, na mindegy. Nézzünk körül, ez ott egy ház. Ezek ilyen dungeonek, mint ha valaki járt itt. Valaki fogta, csinált egy bunkert gyorsan, vagy ez mi? Mit látom, van víz. Így, na. Ja, arra gondoltam, hogy itt felül igazából és hülyeségházat építeni, mert most meggondolva, jaj. Meggondolva, ahogy mondtam, hülyeség, mivel van hógolyom. ugye csak fogják szétrombolják az egészet, kilútolnak titeket. Az kirabolnak titeket, az csányi volt igazából.
Szóval itt okosan be kell védened a bázisodat, például obzidiánnal, ott nem tudnak átmenni se TNT-vel, semmilyen, semmivel. Szóval valami ilyesmikkel kéne. Szóval nem tudom, hogy én hogy fogom bevédeni itt a ezt a bázist. Na, 11-es szintű bányászajak, végig léptünk szintet. Jó, hát ennyi volt itt a játszó, hogy látom. Menjünk gyorsan. Viszont kéne fát szereznünk, mindjárt mutatom, hogy hogy kell. Mert sok ember legalábbis nem fogja érteni ezt a légkorszakot, hogy hogyan kell túlélni. Amúgy nagyon könnyen lehet túlélni, nagyon tényleg. Full könnyen. Csak érteni kell, hogy mit csinálsz. Szóval, ahogy látjátok, ott egy csonti volt, ha jól láttam, hogy valami mozgott. Mindegy. Szóval itt igazából igen, jön belőlük víz. Igazából csak ignorálni kell, és inkább ilyen jégre kell menni. Mert ezek ugye nem dobnak vizet. Na és akkor le kell ásni a csákány. A csákány a gyorsabb, oké. Na. Nem tudok sajnos fákját csinálni, mert ugye most szerzek fát. Viszont egy a baj, ha ebbe a jégbe mentek, hogy nem látjátok, hogy hova mentek. Ugye már sima jég az átlátható, de viszont ez nem. És el fog kopni a csákányom, szóval jó lenne fát szerezni. Oké, itt már sima jég van, ez már jó jel. Itt is sima jég van. Vagy igen, ez sima jég. Inkább a kézzel ütöm, mert na, itt meg lassú, mint a szar. De találni fát nem lenne olyan rossz dolog. Ugye nem ütünk ki olyan jeget, ami vizet ad. Istenem, hogyha látni kell. Mert berakom ezt a textúrát, amiben látok jól. Ebben minden igaz, éjjel-nappal látok. Nézzük. Én úgy tudom, legalábbis. Mondom én, na. Akkor menjünk. Na szóval, keresünk ezzel a fadarabokat. Nem egyesével van, hanem ilyen full ilyen fadarabok vannak szó szerint. Most elmondani, nem tudom, hogy hogy néznek ki igazából, meglátjátok. Szerintem túl lementünk, az a baj. Nagyon túl lementünk. Na például ott egy érc van, de az nem az, ami nekünk kell. Aiba kell. Na várjál. Ott mi van? Ott még érc, vagy mi az? Igen. Igazából itt kutatni kell fadarabokért. Vagy, amit tudunk csinálni még, ami szerintem egyszerűbb, és gyorsabban meg lesz, hogy dungeonokat keresünk. És akkor ott a chestekben viszont ott meg lehet könnyen halni, de most jobb, mintha itt éhen halunk meg minden. Na. Menjünk. Ezt a dungeon biztos kifosztották, szóval meg se nézem. Na, ez is nem tudom, hogy ez mi, ez dungeon, vagy ez ilyen csak random ilyen legenerált szar. Ott van ilyen, itt van ilyen, ezeket az ilyen hagyom itt. Így. Fasza, jó. Ez érdekes. Szerintem sok minden nincs. Ja, nincs. Na ide, akkor menjünk tovább. Látjátok így egy kicsit lapos az egész. Ott mi volt? Semmi. Lapos egy kicsit itt az egész, meg ez a. Ez nagyon menő néz ki ez a ég. Ez komoly. Ezt nem is láttam ebbe a textúr. Hopp, ott mi van egy nagy hegy. Jutom ebbe a nagy hegy. Van egy olyan hegy, ami nagyon durván néz ki, és vannak smaragd meg gyémánt darabok benne. Az viszont nem az a fajta hegy, szóval azt hagyjuk. Mik vannak még? Ezt kell keresni, hogy esetleg egy T-Rex-et találni, egy T-Rex csontokat, vagy valamit. Vagy még egy házat. Még egy ház lenne a legjobb mondjuk amúgy. Ezt könnyű kirédelni. Oké, most csak ez a kérdés, hogy hogy fogunk lejutni. Azért ez nem olyan egyszerű, hogy csak így oké, sétáljunk le, ezt akkor meghalunk. Még ott menjünk le. És itt az üveg. Na, oké.
Csak lemegyünk, az sima lesz, csá. Vannak itt mobok, szóval nem olyan sima lesz az egész. Na mennyi innen. Na te hiányzol, csak te hülye. Te hülye, te. Annyira hiányoztál, mit nem mondjak. Na jó. Vigyünk ilyeneket. Gyorsan. Na, ezek ideljük ki az egészet, ahogy van. Na. Oké, fassa, van idén minden. Na, miért tényleg? Na mindegy. Van armorunk is, egy jobb fajta. Oké. Na van csákány, vége, ezt akartam. Fát azt nem találtunk sajnos, de találtunk. Nem, nem találtunk csemetét, azt hiszem. Viszont, ja, de erre még van járat, akkor semmi. Még nem kell szomorúnak lenni. Oh, ez mi? Ez mi? Azt hittem ez valami titkos járathoz vissza, mindegy. Egy chest, ez ennyi. Tebbe sincs túl sok minden. Armorunk az van, az a lényeg. Az van, kajánk is van. Azzal nincs baj. Viszont akkor megnézzük még a házat. Ja. Azt, ja. Na, szóval kemencét visszük. Valkácsolasztat visszük. Ezeket ez biztos. Mindjárt el van inventorink, ja, már tele van. Jó, elmondom neked, nem vagyok egy olyan virágos fajta, szóval ez nem kell nekünk, ez se kell nekünk. Oké. Jaj, nem jó. Nagyon nem jó. Oké, fasza. Az abban túl gyenge a kardom, hogy megüssem őket, vagy megöljem őket egyből. Jaj, lejöveszem a hangot, ha nem baj annyira. Olyan hangos minden bakker itt. A creepert azt érdemes jönni, mert lesz TNT-d ugye, és azzal tudsz raidelni másokat. Na és akkor, aha, és akkor mondd azt, hogy ott, oda bele kell mennünk. Aha, és be kell mennünk, jó, fasza. Egyet csak egy megoldást tudok csinálni, hogy ezt kinyitom. És itt ezeket megöljük. A bakker, nem jó. Nem jó. Oké, fasza, na. Annyi, egy lap is az jó enchanthoz. Na, diamond, az már valami. És facsemeten, na ez itt a kincs, ez itt nekünk egy kincs. Ez se kell nekünk, elmondom őszintén, ez se kell. Hó, jó Isten, mennyi hó, bakem, na. Ezeket el, akkor ezeket mind elvisszük. Szerintem, ja. Másikhoz is be kéne nézni, csak az nehezebb lesz. Úti. Nem robban is fel a chestet, kérlek. Kérlek ne, oké, köszi. Na, halljál már meg. Oh, Isten, még kell spamnolnotok? Nem is szerettek meg mindent, de... Na jó. Hú, bakke a kurva! Ajjaj. Fú, Istenem. Na jó, van vaskardunk. Akkor ez elmehet a kukába. Van még egy vaskard, oké? Okay? De ez... CD-k azok minek? Na mindegy. Ezeket inkább itt hagyjuk. Menjünk egy szinten lejjebb ismét. Te tudsz trédelni? Nem. Oké. Okay. Értem. Valahol itt van chest? El van rejte? Nem, de viszont van könyves sport. Ezt el kéne vinnünk. Tehát most meggondolva, tudnánk enchantolni. És akkor itt jó lenne, szóval le kéne vinni, nem lenne olyan rossz. Sütöget nem fogok, na ideig, akkor hagyjuk ezt a szintet. Menjünk tovább. Van itt még egy szint. Oké, fa. Jó. Ohoho, na vége valami jó fa. Fajta. Oké, így. Ahogy nem tudsz egyszer. Te. És egyszer itt leszel. Aha, mondom én! Tudtam, hogy... De miért van tele ez a dungeon creeperekkel, amúgy ez a mániája, aki megcsinált ezt a dungeon-t? Na jó, oké, full busted az el, majdnem megvan. Oké, jó. Mi van? Mi volt a neve? Azt hittem, hogy oxigén, jó van, mondom, bát.
Meg fog halni. Friss levegő! Jaj! A kurva szátokat, hogy miért nem... Na hogy halljatok meg, na halljatok meg a kurva szádat, te köcsög, te köcsög, te köcsög, te köcsög. Te köcsög, igazi túlélő vagyok, te köcsög. Igen, nem öl meg senki. Baszki, hol van a cuccaim? Hol a föld, hol van ezek? Na, itt blokkom, hogy eltakarjam magam. Itt van. Hú, jó, persze. Jaj, a kurva! Anyád, anyád! Tünk, ami már így fentről elérhető, nem tudom, na mindegy, menjünk. Itt van homok, na hisz a homok az kell még klé is, mert az csak itt a föld alatt van, ugye? Arra gyémánt érsznek kéne lenni, meg ilyesmi, de itt nem gyémánt érsz, hanem homok. Ugye ez ilyen értékes, ennek homokkő szerintem. Aha, az homokkő. Kajával nincsen bajunk, az biztos. Van itt el, van itt valahol így a föld alatt? Még esetleg itt. Jó, titeket hagylak, szóval csak így nézelődjetek tőlem. Mondom, nézelődjetek tőlem. Nem zavar, hogy ezt mondtam? Ezt bazen is rám basz egyet, geci. Ajjaj. Mi a faszomat dobálgatsz, bazd meg? Jaj, hát elérsz odáig, geci. Oké. Okay. Hogy ezek a bosszik, bazd meg. Mióta bejött az, hogy bárhol spannolhatnak, szerintem a, mondjátok már annak a... Milyen na az a boszorkány háza, nem tudom, bolyosan, annak nincs értelme. Nincs semmi ott igazából, miért oda akarnál menni. Hát igaz volt, jó, hogy ott egy boss és akkor jaj, de jó, meg minden. De hogy valami ott lenne, és akkor azért kellene lenni, nem. Minecraft az így jó megoldotta, hogy nem. Tehát itt nem. Egyetem valami ott, amiért érdemes lenni. Nem tudom, hogy ez most eldöntés. Ja nem, ez csak egy... Jó, akkor semmi, nem kell tovább mennünk. Az csak egy... mi az? Zsák utca. Oké. Okay. Hú! Jó, de jó! Betemettük magunkat. Juhú! Nagyon jó, ez az. Nincs fám. Oké. Okay. Kraftoltam oda egy diacsákit. Nézem, hogy itt vannak-e farankök, hogy valami. Hát, elég van, de nem tudom. Na mindegy. Akkor nincs. Viszont fánk az van. Egy csemete. Csak van valahol, nem? Ilyen nyelvak vagyok. Na mindegy. Hát akkor igazán itt volt ez a bánya, ezt és ezt észre se vettem. Szóval jó, hogy mi átaláltunk igazából, mert találtunk pár ércet, mindent. Na mindegy, ennyire tudom ez a rész, mindjárt elköszönök normálisan, csak ezt megöljük. Eszek egy dolgot és akkor... Na, hát ennyire tudom ez a rész, köszönöm, hogy néztétek. Ahogy mondtam, két hétig nem lesz videó. Szóval 28-án érek vissza szerintem, talán, ha nem tudom, 29-én vagy 30-án fogok maximum egy videót felrakni. Attól függ, hogy fogunk hazajönni, meg mikor fogunk, mert még azt nem tudom, teljesen, szóval... Ja, na mindegy, ennyi lett volna, köszönöm, hogy megnéztétek, és igazából most már kettő helyen kell túlélnünk ebbe a 100 millió tétbe. Szóval itt is felalapítunk valami jó fasz a bázist, persze azt normálisan be kell védeni. Azt ja, hát ez a zombi az azt hiszi, hogy így Alexet meg tudom ölni, meg tudom. Na mindegy, ennyi lett volna. Sziasztok!